2013 őszén még csak néhány magánszemély gondolata volt, hogy tennünk kellene valamit. 2013 decemberében kezdtünk el működni. Rögtön egy hibával kezdtük, mert egy fél éves projektet terveztünk meg, miközben amire valóban szükség van, az nagyon is hosszú távú projekt. 2014 márciusa óta több mint 3,5 millióan hallottak rólunk, arról, hogy van egy szervezet, amelyik azt szeretné elérni, hogy merjünk kiállni és tenni másokért a mindennapokban. Több mint 2500 pedagógusnak tartottunk tréninget, és rajtuk keresztül több mint 100 000 diákot értünk el. 40 iskolában tartottunk programokat, kifejezetten diákok számára, a workshopjainkon, tréningeinken eddig több mint 1200 gyerek, illetve fiatal vett részt. Az elmúlt 6 évben közel 70 kisebb és nagyobb vállalattal működtünk együtt, ahol a belső vállalati kultúra formálásában adtunk tudást és támogatást. Egyik legkomplexebb vállalati programunk, amely során 2 éven keresztül 400 munkatárs és vezető fejlődését segítettük a tréningjeinkkel, workshopjainkkal. Hogy mit csinálunk? Tudatosítjuk azokat a rejtett mechanizmusokat, amelyek meghatározzák a viselkedésünket, de nem tudunk róla. A tudatosítás után megmutatjuk azt is tréningeken, workshopokon, előadásokon, kampányokon és a Heroikon konferencián keresztül, hogy hogyan változtathatunk a viselkedésünkön. Mindezt azért csináljuk, mert itt szeretnénk élni, ebben az országban. A mi felelősségünk is az, hogy milyen országot építünk. Fontos nekünk, hogy gyerekeink milyen környezetben nőnek fel. Tenni szeretnénk a közöny ellen, és egy jobb társadalmat szeretnénk építeni, illetve hiszünk a közösség teremtő erejében, hogy kis lépésekkel is lehet nagy változásokat elérni.